kísérlet neve süvöltő láncsóva vizes palacban. Ez egy keményebb falu, de hőre lágyuló műanyagból készült, régebben forgalmazott, visszaváltható üdítős palack, amelybe etil alkoholt pipettázunk, majd utána ezzel a kupakkal lezárjuk, és jól összeforgatjuk, összerázzuk, hogy az etil alkohol nagyon gyorsan párolog, és reményeink szerint a palacnak a belsejét most már az etil alkohol gőzei töltik ki, és ezeket a gőzöket fogjuk meggyújtani egy hosszú gyújtópálca segítségével. Kupakot lecsavarjuk, majd az égő gyújtópálcát a nyíláson benyújtjuk. Nagyon jól lehetett látni, ahogy az etilalkohol gőzei kék színű láncsóvát hoztak létre a palacnak a belsejében. És ugye ez az illető folyamat akár szemmel is követhető volt, hogy felül, ahol meggyújtottam, onnan terjedt az égés a palack belseje irányába. A süvöltő hangot az hozta létre, hogy az égés során keletkező gázok a magas hőmérséklettől kitágultak, és a palacnak a nyílása a leszűkített kereszt metszeten egyfajta sípként viselkedett. Ha megfogjuk a palacnak a falát, érezzük, hogy felmelegedett, hogy az etil alkoholnak az égése exoterm folyamat, a reakcióhő mínusz 1365 kJ per mol. És még egy dolgot megfigyelhetünk, mert a palacnak az alján a kondenzálódott, a lecsapódott víz, ahogy mozgatom a palackot, remélem látom, látszik a felvételen is, hogy a vízcseppek formájában ott láthatjuk, hogy a tökéletes égésnek a másik termékét, ugye az egyik terméke az a széndioxid volt, amely távozott, és a másik terméke pedig a víz, amely a hideg palack falán lecsapódott.